A munka ünnepe. Május 1-e már 1890 óta a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja, amely állami szabadnap. Munkaszüneti nap. Május 1-én a családé a főszerep, a legtöbben pihenéssel, kirándulással töltik a hosszú hétvégét. Ballag már. Városunk középiskoláiban is elbúcsúztatták a végzős tanulókat. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Munkaszüneti nap a munka ünnepének tiszteletére. Május 1-e már 1890 óta a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja, amely állami szabadnap. A múlt századi szokásokról, valamint a jeles nap történelmi vonatkozásairól Hodik Mónika, az Interciza Múzeum történésze tájékoztatta a DSTV-t. A Csocsua vagy Éjjel május 1-e című film korhűen mutatja be az egykori Sztálinvárost, valamint azt, hogy milyen volt az élet az 1950-es évek elején. A 2001-ben megjelent alkotás betekintést enged abba, hogyan ünnepelték városunkban a munka ünnepét még a rendszerváltás előtti időkben. Az épülő Sztálinvárosban is fontos hangsúlyt fektettek a május 1-ére. A jeles nap múltjáról és történelmi hátteréről Nagyné Hodik Mónika, az Interciza Múzeum történésze tájékoztatta a DSTV-t. Mint mondta, a városunkban 1951-ben ünnepelték először május 1-ét, majd minden évben kötelező felvonulást tartottak az alkalom tiszteletére. Ilyenkor felszólították a lakosokat, hogy takarítsák ki és díszítsék fel lakásaikat, de különös gondot fordítottak a vállalatok rendezettségére is. Már április 30-án sor került egy ilyen megelőző fáklyás felvonulásra. Tűzijátékot is például fellőttek a régi víztorony tetejéről, és aztán május 1-én zenés ébresztővel indult a nap. A munka ünnepe azonban nem csak városunkban tartozott a jelentős események közé. A munkásmozgalmak tüntetéseinek hatására 1890-től a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napjává nyilvánították május 1-ét. Az Internacionálé úgy döntött, hogy május 1-ét valamennyi országban a munkások közös ünnepének választja, és ez a nap egy pihenő nap lesz ezentúl. Magyarországon is rögtön csatlakoztak ehhez az 1890-es május 1-éhez. Nagyon sokan, kb. 60 ezren tüntettek, és felhívták alapvető jogaik hiányára, és életkörülményeik, tehát rossz életkörülményeikre hívták fel a figyelmet. Az 1930-as években sok helyen betiltották a május 1-i megemlékezéseket, 1945-ben pedig már a szabadságjogokért szerveztek tömegtüntetéseket ezen a napon. Ugye a II. Világháború után ez volt az első szabad május 1-e, az ideiglenes nemzeti kormány hivatalos ünnepé, a munka ünnepévé minősítette, és 1948 után pedig állami ünnep lett, és munkaszüneti nap. Május 1-e a legtöbb országban azóta is hivatalos állami szabadnap, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában viszont szeptember első hétfőjén tartják a munka ünnepét. A munkás mozgalmak által kiharcolt ünnepnapot a rendszerváltás előtt még kötelező felvonulásokkal ünnepelték, napjainkban azonban már inkább a családi programok szervezése a jellemző. A DSTV kíváncsi volt, hogyan töltik a hosszú hétvégét városunk lakói. Ezek a felvételek a tavalyi majálison készültek, amelyet még a Dózsa mozi előtti téren tartottak. A családi programokra rengetegen látogattak ki, hogy így emlékezzenek meg a munka ünnepéről. Az idei májusi mulatságot azonban már a megszépült Városháza téren tartják. A tavaly ősszel megújult belváros azóta már számos családi rendezvénynek adott otthont, így természetesen a munka ünnepén is változatos programokkal várja a városlakókat. Mindenféleképpen megyünk, akármilyen idő lesz megnézni, és főleg este lesz a koncert, azt meg okvetlenül megnézzük. Szerintem jó, hogy... Nem lesz ilyen sokáig iskola, meg az is, hogy hát, hogy itt is lesznek ilyen programok, meg ilyenek.
Vigyelem, indulás! A szórakozás mellett azonban többen pihenéssel és kirándulással töltik a hosszú hétvégét. Semmit nem fog csinálni, otthon leszek egész hétvégén. Én valószínű, hogy majd Kulcson fogom tölteni, mert a gyermekeim ott laknak, az unokám is ott van, és valószínű, hogy ott fogom eltölteni. Állatkert vagy fürdő. Következő napon családi grillezés, aztán egy velencei tó körbe biciklizésével zárjuk a háromnapos ünnepet. Ki így, ki úgy, de a többi ünnephez hasonlóan ezt a napot is a családjuk körében töltik a legszívesebben a dunaújvárosiak. Ballagnak a diákok. Városunkban elsőként a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközép és szakiskola tanulóit búcsúztatták el. Az ünnepségen az intézmény 8 osztályának csaknem 150 diákja vett búcsút az iskolától. A kereskedelmi és vendéglátóipari szakközép és szakiskola végzős osztályai először végigjárták az intézményt, majd a Széchenyi István gimnázium udvarán a himnusszal kezdetét vette a ballagási ünnepség. A befejezés elkerülhetetlen. A levelet lehullanak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez is egy ilyen nap. Elsőként a 11-es évfolyam tanulói búcsúztatták el a végzősöket, ezt követően a 12-es diákok emlékeztek vissza az elmúlt évekre, köszönetet mondtak diáktársaiknak, valamint tanáraiknak. Éppen egy éve, az eső elől menekülve, még 11-esként búcsúztattam az akkor érettségi, vagy épp szakmai vizsgálat álló társaimat. Sok szerencsét kívánva köszöntem el tőlük, és most én állok itt harmadmagammal azt várva, hogy lezárjam életem egy szakaszát, és ezzel egy új korszak. A diákok után Magyar András az iskola igazgatója mondott ünnepi köszöntőt. Beszédében kiemelte, az életben nagyon fontos a szorgalom és a kitartás. Mert nincs olyan, hogy kudarc, amíg te magad fel nem adod. Ha elértél valamit, harcolj érte. Ha felépítettél valamit, s lerombolták, építsd újra. Ezek a dolgok mindaddig csak a csalódás kategóriájába tartoznak, amíg nem adod fel. Vagy be nem látod, hogy nem is olyan fontos dolog ez számodra. És helyette találsz jobbat, akkor nincs kudarc. Az igazgató beszéde után a tanévben kimagasló teljesítményt nyújtott diákok jutalmazásával zárult az ünnepség. Ezzel azonban nem értek véget a tanulók megpróbáltatásai, hiszen az érettségi május 4-én hétfő reggel 8 órakor a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik. Megfelelő felszereltség és a KRESZ betartása. A kerékpárra a közlekedőkre is vonatkoznak szabályok. A láthatósági mellény használata mellett fontos tudni, hogy a kerékpárral csak azt tolva lehet áthaladni a zebrákon. A jó idő beköszöntével egyre többen veszik elő kerékpárjaikat. A biztonságos közlekedés érdekében azonban célszerű használat előtt átvizsgáltatni a kétkerekűeket. Fontos továbbá a megfelelő felszereltség is. A kerékpárnak két külön fékkel, elől fehér lámpával, hátul piros lámpával kell rendelkeznie, ami az új jogszabály szerint lehet villogó is. A küllő prizma is kötelező, amit a gumin fény visszaverő csíkkal is lehet helyettesíteni. Tehát láthatósági mellényt csak lakott területen kívül kötelező használni. A kerékpáros közlekedésnél fontos tudni, hogy láthatósági mellényt csak lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett kell használni, más esetben nem kötelező. Csak akkor kell használni, tehát hogy mikor kötelező, csak akkor, ha a lakott területen kívül közlekedünk, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén. Egyébként természetesen bármikor használhatjuk a láthatósági mellényt, vagy egy olyan ruházatot, ami tudja helyettesíteni ezt a láthatósági mellényt, de a lényeg az, hogy nappal, ha közlekedünk, akkor nem kötelező, tehát ez a mi belátásunk, hogy használjuk vagy nem. A legfontosabb talán az, hogy a közlekedés többi résztvevője mindig vegyen észre bennünket. A közlekedés szempontjából veszélyes szakasznak számítanak a kereszteződések, valamint a gyalogátkelő helyek. A kerékpárosok többsége a zebránál csak áthajt, ezzel azonban megnő a baleset kockázata. Mindenképpen úgy menjünk át a kereszteződéseken, hogy a többiek vegyenek észre bennünket. Itt a láthatóság a legfontosabb.
hogy vegyenek észre a többiek, és a mozgásunkkal időben próbáljuk jelezni azt, hogy mi a szándékunk, hogy merre szeretnénk folytatni az utunkat, meg fogunk állni, nem fogunk megállni. Nekünk gépkocsi vezetőknek talán a legnagyobb rémálom az, amikor megközelítünk egy gyalogos átkelőhelyet, és valamelyik oldalról egy ilyen 30-40-nel érkező kerékpárost az utolsó pillanatban észreveszünk, aki esetleg áthalad előttünk. Ilyenkor el kell döntenünk, hogy hirtelen fékezzünk, és hátulról esetleg belénk jönnek, vagy menjünk tovább, és a kerékpárossal találkozunk. Tehát fontos, hogy csak akkor hajtsunk rá egy gyalogos átkelőhelyre, ha leszálltunk a kerékpárról, körbenéztünk és áthaladtunk. Hambalko János hozzátette, a balesetek elkerülése véget mindig nézzünk hátra, ha irányt váltunk, illetve előzünk. A közlekedésben résztvevők pedig fokozott figyelmet fordítsanak társaikra. Drogmentesen Dunaújvárosban is. Több mint 300 települést érintve idén is országjáró maraton szervezett az Együtt egy drogmentes Magyarországért mozgalom. Így próbálják felhívni a figyelmet a kábítószer veszélyeire. Sipos Péter, Takács Tamás és még sokan más. Szeretne egy biztonságos jövőt gyermekének? Városunkba érkezett a Drogmentes Magyarországért mozgalom, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet a drogok veszélyeire. Az egész országra hatás gyakorló probléma megoldására több száz települést érintve futnak és bicikliznek a csapattagjai. Mi 42 nap alatt egész Magyarországot futjuk körbe, és a lehető legtöbb embernek akarjuk elvinni a drogmentesség üzenetét, hogy drogok nélkül lehet igazán boldog életet élni. Ugye mi április 11-én indultunk Budapestről, ez már csak nem 3 hete történt, és körülbelül fél távon vagyunk. Vannak, akik azért vesznek részt ebben a mozgalomban, mert ismeretségi körükben tapasztalták a drogok káros hatásait. Azért csatlakoztam, mert úgy gondolom, hogy a drog az egy olyan dolog, ami az embereket megfosztja attól az örömtől, és attól a lehetőségtől, amit ki tudnak hozni az életből, meg ami magát az életet értelmessé teszi, és így láttam, hogy mit okoz a drog egyes ismerőseimnek, vagy pedig a korombeli gyerekeknek, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy prevenciót nyújtsunk a gyerekeknek. Mások azért csatlakoztak, hogy ezáltal is segítsenek bajba jutott társaiknak. Azért veszek részt ilyen dolgokban, mert egyrészt voltam Boszniában és Szerbiában árvízeseknek segíteni, kik árvíznél bajba voltak. És így szeretek ilyen dolgokba részt venni, mert imádok segíteni az embereknek, és látom a változást, ami történik, és ez nagyon tetszik nekem. A kezdeményezést Kunfalvi Ákos költő indította el még 2002-ben. A maraton mellett szakmai előadásokkal és felvilágosító füzetekkel, programokkal próbálják felhívni a figyelmet. A 9 fős csapat ez alatt a másfél hónap alatt 2100 kilométert fut le, több mint 300 települést érintve. Május 24-én érkeznek vissza Budapestre. Folytatódott a Tudástár sorozat. Az evangélikus templomban megszervezett eseményen a pünkösdi ünnepkör jelentőségével ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az előadást Molnár V. József néplélekrajzkutató tartotta. Szárnyú alatt korona. Koronába szent oltár. Szent oltárban igazság. Ezzel az imádsággal nyitotta meg Molnár V. József néplélekrajzkutató az eheti tudástárat, ahol a pünkösdi ünnepkör jelentőségével ismerkedhettek meg az érdeklődők. A pünkösd a húsvétot követő 50. nap, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. 3 nagy ünnepe van a keresztény világunknak. Egyik karácsony, amikor megszületik Jézus, a másik húsvét, amikor föltámad, és a harmadik, amikor a Szentlélek ereje árad ki ránk. És az én érzésem szerint a legnagyobb ünnepe nem csak a kereszténységnek, a világnak, amikor a Szentlélek kiárad, mert a Szentléleknél nagyobb erő nem létezik. A Tudástár sorozatot a Szellemi Ember Baráti Kör szervezi. Az egyesület 1998-ban alakult, ám kezdetben rádió műsorokat és filmklubokat tartottak, majd egy idő után más irányt vettek, és keresztény gondolkodású társasággá váltak. Küldetésünk van ebben a dologban, hogy a mai világban mi úgy érezzük, hogy nincs minden rendben, és ez ellen valamit tenni kell. Hát az egy módszer, hogy például olyan embereket hívunk ide előadóként, akik vagy egy ilyen elveszett tudást hoznak vissza, vagy a mostanihoz adnak hozzá egy olyan új gondolatot, amivel meg lehet érteni a világot. A Szellemi Ember Baráti Kör tagjai nemrég elindították a kultúramentés elnevezésű programot, amelynek célja, hogy minél több emberrel megismertessék a munkásságukat.
Szombaton a nap első felében borús idő várható, többfelé esővel. Később csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. Délután 15-20 fok várható. Főbb híreink következnek. Még egyszer, röviden. A munka ünnepe. Május 1-e már 1890 óta a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja, amely állami szabadnap. Munkaszüneti nap. Május 1-én a családé a főszerep, a legtöbben pihenéssel, kirándulással töltik a hosszú hétvégét. Ballag már. Városunk középiskoláiban is elbúcsúztatták a végzős tanulókat. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.